A győztes csapaton ne változtass, tartja a mondás a csapatsportok mesterei körében, és akár ez a gondolat is vezérelhette a rendvédelmi napok főszervezőjét, Tóth Béla nyugállományú rendőrezredest, aki a kőbánya közbiztonságáért közalapítvány elnöke. Amikor is újra meghívta az évek óta egyik legsikeresebb bemutatót prezentáló tűzoltókat, akik ugyebár a katasztrófa védelem kötelékében szolgálnak. Kérem szépen ugye a hősök azok mindig nagyon érdekesek, hiszen azért maradjunk ebben. E igen, lesznek, lesz emelőkosaras bemutató, illetve fölviszik őket, aztán ugye a habparti, és ami nagyon-nagyon ami népszerű, ugye még ez a nagyon izgalmas, a füstsát van, amikor maszkban át kell menni, ugye a, és nem látnak semmit a, a hát ilyen imitált füsttől. És hát aztán lesz még egy érdekes attrakció, hogy megnyertem a Duna autót, aki nagyon sokféle gépkocsit forgalmaz, hogy jöjjenek el, és legnagy, legnagyobb meglepetésemre közölték, hogy van nekik pici elektromos autójuk, amit gyerek használnak, és a Kressz Parkban körbe mehetnek, kapnak egy kis jutalmat, ki szoktak állítani ilyen Dunautos jogsit, hogy akkor ők ezt elvégezték, ezt a kis tanfolyamot, vagy jól végmentek a pályán, szóval ezek ilyen nagyon érdekes új attrakciók lesznek. Újdonság lesz, hogy digitális hadművelet tervezéssel is próbálkozhatnak majd a látogatók, akiknek száma tavaly már meghaladta a 15 ezret is. Az új módszerről is Tóth Béla beszélt. Van még egy érdekesség, hogy a Honvédelmi Múzeum ugye most a Bánába költözött, vagy költözik le a várból folyamatosan, és ott találtunk egy olyan csapatot, akik ilyen interaktív, interaktív monitorokon, érintőképenős monitorokon, lehet ilyen hadmozdulatokat, ha jól idézzem, tervezni, nagyon szép színes és érdekes effektekkel, illetve VR szemüveget hoznak, ami F-16-os repülőgép szimulátor. Na most, ha ez oda bekerül, akkor ott lesznek sorok, azt most, hogy ott aztán vissza is fog valahol kanyarodni a sor, mert hát ez borzasztó egy élmény, hogy egy, egy vadászgépet, ráadásul egy modern vadászgépet lehet úgy a szimulátorban vezetni. Az élet úgy hozta, hogy kőbányán több büntetés végrehajtási intézmény is működik és igen aktívan szoktak részt venni a rendvédelmi napokon is. Erről a közalapítvány elnöke a következőket mondta el. A büntetés végrehajtás óriási logisztikával vonul föl, ugye egyrészt ez a bizonyos, bizonyos statikai bemutató, ugye próbazárka, úgy tetszik meg ezek az elvett a fogvatartottaktól elvett eszközök, ez mindig nagyon nagy siker, de most jönnek kutyás bemutatóval is, tehát ugye a Kozma utcai BV intézet, tehát a budapesti fegyház fog jönni bemutatóval, és hát ugye rabszállítókkal, az, az mindig egy nagy attrakció, hogy azt ki lehet próbálni, és a gyerekek ugye bemennek, hogy viszik a fogvatartottakat, hát és ezek nagyon komoly új járművek, tehát megint érdekes lesz a BV-nek a, a részlegi menni. Tehát akkor így összességeben egész pontosan mikortól meddig Hát szeptember 2-3, szombat, vasárnap lesz a rendvédelmi napok 16. alkalommal, és nyilván pénteken már épül a sátorváros, ha valaki, valaki arra jár, akkor fogja látni, hogy kinő a, Óhegyparki Óhegy parki fűből, ugye a, hatalmas logisztika, sátrak, gépkocsik, és hát azért említsük meg, hogy a, a szokott bemutató tér melletti oldtimer járműveknek a a megjelenését, ami, ami hát tavaly is óriási siker, úgyhogy ez a háborús, ugye másik világháborús eszközök, ruhák, ezek mind, megint, megint nagyon nagy létszámba fognak jönni, illetve a rendvédelmi menet, ami hát most már el sem hagyható szombaton, megindul, és akkor ezek is benne lesznek, ezek az öreg járművek. Szóval mindezek alapján könnyen lehet, hogy újabb látogató rekordot jelenthetnek majd a szervezők.